Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Hajdúránás az Eger csapatát fogadja a mai este. Jenei Tamás edző véleményét hallgassuk meg a mérkőzésért, aztán pedig izguljunk a mérkőzésen együtt. A múlt heti egy pontunk után jó lendülettel és nagy akarással készültünk erre a mérkőzésre. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy most már a két pontot is be tudjuk zsebelni. Nagy visszatérőink vannak a csapatban, Kisdetti és Bagi Virág személyében két olyan játékos tért vissza, akik hosszabb sérülés után vannak újra keretben. Sajnos kisebb sérülések miatt vannak hiányzó játékosaink, de úgy gondolom, hogy becsülettel felkészültünk, mind védekezésben, mind támadásban. Próbáltuk az Eger erősségeit kihangsúlyozni, és ezekre minél jobb megoldásokat találni, és próbáljuk azokat a kulcsembereiket hatástalanítani, akik a meccset el tudják dönteni. Úgy gondolom, hogy becsülettel dolgozott mindenki a héten, felkészültünk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk ebből megvalósítani, mert azért a múlt heti pontszerzésünkből azért tanulnunk kell. Sok egyéni olyan hibát követtünk el, ami kiküszöbölhető. Nagyon-nagyon várom azt, hogy ezek a hibák már a játékunkból kimaradva is szembesüljünk azzal, hogy mit is tudunk. Biztos, hogy olyan jó mérkőzés lesz. Egy új csapattal érkezik hozzánk az Eger. Az Eger azért egy híresen rutinos és egy nagyon jó társaság itt az NB1B-ben. Évek óta az élmezőnyhöz tartozik, és úgy gondolom, hogy idén sem lehet más a céljuk, mint ebbe a rétegbe tartozni. A mi feladatunk az, hogy ebben megakadályozzuk őket, és hogy a pontszerzést reményében lépjünk pályára, sőt, nem csak pontot szeretnénk szerezni, hanem győzni is szeretnénk. Az új játékosaikat azért már egyre jobban tudják beépíteni, vannak nagyon meghatározó játékosaik, ezekre külön is készültünk, úgyhogy nagyon-nagyon várom azt, hogy mit fogunk tudni nyújtani. Két hiányzónk van itt a mai mérkőzésen, Kozma Krisztina és Pap Zsófi személyében, amit ma Dezséri Zsófia maradt még ki a keretből, itt, de úgy gondolom, hogy nélkülük is megoldható a feladat. Nehezebb lesz, várjuk vissza őket, de mindenképpen győzni szeretnénk. És akkor a Jenei Tamás szavai után hallhatták önök is, hogy mit vár a csapatától. Nagyon-nagyon reméljük, hogy be is fog ez jönni, és a újjászerveződött Eger csapata ellen győzelemmel mutatkozik be itt Hajdúránáson a Hajdúránás csapata. Nagy reménnyel várjuk ezt a mérkőzést, és nagyon-nagyon reméljük, hogy végre a rengeteg munka meghozza a gyümölcsét, és a Hajdúránás csapata győzelemmel fog a mai este után távozni a sportcsarnokból. Nagy örömünkre szolgál ismételten, hogy szép számú közönség előtt vívhatjuk a hazai mérkőzésünket. Sok kézilabdát szerető hajdúránási és egri ember látogat ki a mérkőzésre. Szerencsére utánpótláskorú játékosaink is itt vannak, hogy lássák a nagy lányokat, ami esetleg a céljuk lehet. Nézzük a Hajdúránás csapatának az összeállítását. Hajdúránás 1-es számmal Kis Bernadett, 3-as számmal Nemes Nóra, 7-es számmal Micserszki Nada, 9-es számmal Makai Kitti, 11-es számmal Orsós Alexandra, 19-es Kelemen Gréta, 21-es Szécsi Alexandra, 24-es Bagi Petra, 27-es Nyakó Rozália, 36-os Bágyi Fella, 45-ös Kazinci Lotti, 46-os Bagi Virág, 54-es Tar Lotti, 59-es számmal Veres Boglárka, 77-es számmal Lakatos Virginia, és 99-es számmal Posgai Berta. A Hajdúránás csapat edzője Jenei Tamás, segítői Bakrin Lili, Szili Zoltán és Zoltán Sándor. A mérkőzés játékvezetői Benyahantos Dorina és Kovács Kamilla. A versenybíró pedig Márkus Gizella és Veres Ferenc sporttársak lesznek. Ők fognak azért felügyelni, hogy a mérkőzésen minden rendben folyjon, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Hajdúránás csapatának egy népes szurkolótábora is megérkezett a mérkőzésre, így ők dobbal, énekkel és rengeteg buzdító szóval fogják Hajdúránás csapatát buzdítani, és reméljük, hogy belehajszolni a győzelembe. Mindenféleképpen egy nagyon jó hangulatot kölcsönöz a sportcsarnoknak, hogyha a népes szurkoló mellett, a közönség mellett
szurkolók is megjelennek ilyen szép számmal. Ezúton is köszönjük a Nánás Frontnak és a Hajdonánás szurkolóinak, hogy itt vannak és ilyen számban megjelentek. Világos kék mezben talált a Hajdonánás csapata, fekete színű szokásos mezében pedig az Eger csapata, ahol egy ismerős arccal majd találkozhatnak az egriek kapuját, ugyanis az a Kozma Tünde, elnézést, Kozma Tünde fogja védeni, aki Hajdonánás csapatát erősítette több éven keresztül. A egriek kezdik tehát a játékot. Új edzőjük van, Farkas József Dániel személyében, aki egy új szint hozott ennek a fiatal egri csapatnak, és rögtön egy bejátszáshoz juttatja saját csapatát. 71-es számmal Gazsovics Virágnak jutották el a labdát, a büntetőhöz pedig 24-es számú Vas Vita érkezik, aki egy lövőcsel után a hálóba juttatja a labdát. Így sajnos az első perc végén az egriek góljával kezdődik a mérkőzés, így 0-1 arányban vezetést megszerezte az Eger csapata. A múlt héten még hiányzó, de most már a csapat kezdőjében helyet kapó Nemes Nóra a csapat irányítója, Nyakó Rozália bal átlövőben, Starlotti pedig jobb átlövőben, nagyszerűen egy kézzel fogta meg a labdát. Remek bejátszás, bravo lányok, azonnal Nyakó Rozi és Kelemen Gréta rendkívül jó összjátékából, egy nagyszerű zárás, leválásból született meg a mérkőzés első hajdonási gólja, bravo Gréta. A pályán még Orsós Alexandra Sasza jobb szélen, és most Makkai Kitti be hármas védőben. Így a hajdonánási szokásos hatos fal most úgy áll fel, hogy Nemes Nóra van bal szélen, Nyakó Rozi éppen most ütközik. A két hármasban Kelemen Gréta és Makkai, Tarlotti a jobb kettes védő, és Orsós Sasza pedig a jobb szélen védekezik, és próbáljuk megakadályozni a góloket. A kapuban pedig Bágyi Stella, akit ugye ebben az évben igazoltunk Máté Szalkányos, ott egy védéssel mutatkozik bele. Bravo Stella, nagyszerű védés, csak így tovább. Próbáljuk gyorsan játékba hozni a labdát. Nyakó egy nagyszerű lövéssel, egy picit most ez elkerüli a kaput, de neki a átlövéseire nagy-nagy-nagy szükség van, és reményeink szerint majd betalál. Nagyszerű kilépés, és így a faut után nézzük a Hajdonánás védekezését. A 24-es számú Vas Vita próbálja szervezni az egriek támadójátékát. 70-essel Babinski Lara bal átlőben, és újra Vas. Babinski egy bejátszással, ugyanúgy, mint az első félőben, és nagyszerű védéssel, nagyszerű már második védésével Bágyi Stella, bravo, nagyon jó mérkőzés kezdés, Nemes Nóra, egy helycsere megint Nyakóval, tovább Tarlottinak, egy picit pontatlan, így meg kell állni, és a gyors lerohanás után most már akkor felállt fal ellen, Makkai érkezik a falra, aki csak védekezik, és balszére pedig Bagi érkezett. Ugye most már figyelnem kell, ugyanis mind a két testvér, a Bagi, Ikrek, Virág és Petra is a keretben vannak, így megint csak egy jó bejátszás, de úgy látszik, hogy a játékvezetők engedik ezt a kemény játékot, és nem fújnak egyik és másik oldalon sem. Bágyi megint hozzáér a labdához, de sajnos a 66-os számú Kiser Panna lövését nem tudja hárítani, de rögtön balszélről Bagi repül be, és amíg ifjúsági korú Bagi góljával roppant gyorsan 2-2, de az ellentámadásnál már újra Vas ment be két ember közé, és villámgyorsan megszerzi az egriek harmadik gólját. Gyerünk lányok, igen, fel voltunk készülve erre az egriek gyors játéka, akik ugye, mint mondottam, egy teljesen újjászerveződő csapat, a egriek edzője a NEKÁ-hoz igazolt, és így egy új edzővel, Farkas Józseffel álltak neki ennek az évnek. A csapat nagy része kicserélődött, és Tarlotti közben Nemes Nóra nagyszerűen teszi le, egy picit pontatlan, így Orsós nem tudta bevinni ezt az ittszert. Nyakó tovább,
most már jó a labda, és Orsós nagyszerűen beugorva nagyon jól ejti át a labdát Kozma után, de nincs időnk megnyugodni, mert az Eger villámgyorsan hozza ránk a labdát. Kihasználják azt, hogy mi egy ember cserélünk időt, úgy látom megáll az idő, valami talán Vax kerülhetett a parkettára. Igen, ugye a játékosok azzal, hogy könnyebben meg tudják fogni a labdát, Vaxot használnak. Ez egy, hogy általában a cipőjüket teszik a játékosok, és hogyha ilyenkor valaki elesik, akkor előfordul, hogy a parkettára megy. Ez nagyon kellemetlen ebbe belelépni, utána ragad az ember cipője, és épp ezért láthattuk, hogy Tarlotti gyorsan a labdával felszedte az oda került Vaxot. Nézzük az egrőjek támadóját, ugye most már megállnak és próbálják ők is felállt fel ellen jól támas. Tovább, egy nagyon nagy védekezési hiba a befutó emberrel, Orsós talán túlságosan is besegített, és az ő helyére kikeveredett Balázs lövő góljával Jenei Tamás is hangot ad elkeseredettségének, miszerint a szélső védőnek nem szabad befutni a befutó szélsőjével, hanem ezt a területet kell védenie. Sajnos most ezt nem sikerült kivédekeznünk, de nézzük a támadásunkat. Nyakó, Tarlotti érkezik, aki kiváló formában van, 7 méteres, mondtam volna én innen fentről. Azt éreztem, hogy Lotti már becselezette magát, és belül védekezés volt, de a játékvezetők, és azt mondom, hogy következetesen nem fúják meg ezeket a hatos vonalon belüli szabálytalanságokat. Nyakó Rozi lövését most két kézzel fogja Kozma, talán a együtt töltött évek alatt kiismerte annyira, hogy most nagyon jól eltalálta, melyik oldalba fogja kitenni. A gyors ellentámadásból pedig az egriek hatos számú játékosa Bernard Dorina, aki az Egri Egyetemnek a kiváló hallgatója is. Nagyszerű játékosa itt Nemes Nóra test mellett ellőtt lövését Kozma védi. Nem jó nekünk, hogyha formába hozzuk, és aztán villámgyorsan jön Vas végig, de Bágyi harmadik védésével tartja meccsben a csapatot. Bravo! Olá Zoltán Zola hívja oda magához, és gratulál neki első kézből ez a harmadik remek védéshez. Azt gondolom, hogy nagyszerű egyéni teljesítmények miatt is, ellenére, és még mindig 3-5 a mérkőzés állása, hiszen bármelyik nálási gólra, bravo Nóra! A múlt héten ki kellett hagynia egy hátsérülés miatt, de most nagyszerű erőben tért vissza, mint ahogy láthatják kedves nézőink, és az ő góljával szépítünk, és így 4-5 újra Babinski, Vas. Ugye most a játékvezető állítja meg a játékot, hogy a messzhúzást próbálják meg abbahagyni a lányok. Hát ebben a mai gyors játékban nagyon-nagyon nehéz egy védekezésnél úgy megfogni a ellenfelünket, hogy a mezéhez ne nyúljunk hozzá, vagy ne akadjon bele az ember keze, de egy elhamarkodott lövés után Nemes Nóra újra próbálta bejátszani, aztán cselesen oda, mintha odaadta volna az ellenfélnek, de egy gólpaszt érő paszt azért sikerült adnia, Orsós viszont nem tudott élni ezzel, és lövése a kapu fölé ment. Már is cserélnek az egriek, és úgy látszik, hogy Vasnak van némi oxigénhiányos állapota, épp ezért a 13-as számú Pint Lilla érkezett a pályára. Babinski, Fodor, cselet középen, de Kelemen nyakó mellett nem lehet menni. Most sikerült összehúzniuk a falat, és jól húzták le jobb szélre, ahol Bernard Dorina második góljával 6-4 arányban ez az egri csapat. De nincs megállás, a roppant gyorsan kapu elé érkező Nyakó Rozi remekül húzza vissza a labdát a kapu jobb oldalába, és ez ellen már Kozmának sincs ellenszere. Nagyszerű támadás után, nagyszerű gyors ellentámadás után megszerezi Nyakó a Hajdunánás 5. gólját. Bravo lányok! Gyerünk el egy védekezés, láthatjuk, hogy a Eger milyen gyorsan átjátsza a pálya középső területét, aztán pedig most Babinskit engedjük el! Kelemen Grétán sikerült egy cselt, de Kelemen úgy látszik, tudta, érezte, hogy Bágyi milyen formában véd.
és el lehet engedni Babinskit, akinek a lövését Bágyi védte. Bravo Stella, nagyon jó védés. Közben itt a kispadnál van valami probléma. Látom, talán a labda vízbe ment, és Bernard Orinak ért el az egyik hazai törölközőt, és így már is a játékszer újra alkalmas arra, hogy gólokat lőjön vele a hajdunási csapat. De semmiféleképpen sem az Egri, Tarlotti védekezik remekül. Pint, Babinski, Fodor, hát sajnos nagyon simán ment, mert most két ember között, de a gyors középkezdés után már is Kelemen, Tar, Nemes Lóra, egy nagyszerű bejátszás Csel után, hanyag mozdulattal pörgeti be Kozma felett a labdát. Bravo! Gyönyörű játék, nem is győzöm, szinte nagyon nehéz írni a gólokat. Odafigyelni, és kilépett Bernard Orin a Pint Lila egy rossz passza után. Kilépett, és milyen a labda? 10 perccel telt, csak kapkodjuk a fejünket, olyan gyorsan játszanak a lányok, azért ez már teljesen nem NB2, ez már NB1B magas iskolája, ahogy a hajdunánásiak játszanak, és az Eger pedig segíti ebben őket. Az előny azonban még mindig az Egri csapatnál. Bicevski érkezett, Tarlotti egy remek csel után. Épp az előbb mondtam, hogy milyen remek formában van a Tarlotti. Ez mutatja a mostani csele is, hogy bátran támadja a kaput, és sikeresek a cselei. Pint Lilla most végigmegy. Reméljük, hogy nem fújnak, de hányszor nem fújtak 2 percet a mozdulat után. Így újra a 2 gólos hátrányban a hajdunási csapat. Tarlotti, Nemes Lóra, Kelemennek próbáltak lejátszani, de még őt is meglepte a labda egy pillanatra. Így most 2 beálló ellen. Nada Micevski, jaj! Mintha leesett volna, de szerencsére nem lett lépésiba, és jön a csere, így van. A gyors lerohanás után ugye próbálunk 2 beállóval támadni, és gyors gólt lőni, de ha nem sikerül, akkor mindenféleképpen kellenek a cserék, és jöhetnek is a cserék. Nemes Lóra próbálja bejátszani, de most jól előzték meg. Sajnos most a 6-os fal jól működött az Eger csapatában. Bernát a megszerzett labdát Kozmához továbbítja, majd pedig Babinskinél, és újra Pint Lillánál a labda. Közben itt a versenybíró Veres Ferenc sportás nyugtatta meg az Egri kispadot, hogy egyszerre csak egy ember álljon, de nem lehet több embernek állni a kispad mellett, még ha bármilyen örömre ad okot. Fodor, hopp, elemenés, feldönti Tarlottit. Nem, sajnos nem úgy láttuk. Ugye most nem tudtunk cserélni, ezért Nemes Lóra 2-esbe védekezik, Tarlotti és Kelemen Géta pedig a 2-3-asban. Micevski pedig jobb 2-ben megint Bernard Orinának. Tudják lehúzni a labdát is, hogy egy nagyon-nagyon ügyes jobbszélső, aki ezeket a jobbszélső zicsereket gólokra fogja váltani, hogyha nem védekezünk ügyesebben nála, illetve ellene. Mint hogyha Bágyi Stella ugye az eddig jó védései miatt bontana állandóan lefele, mint hogyha a videózásnál talán alsó sarokat lőtt volna a Bernard Orina, de ez most nem így van, mert rendre felső sarokat lövi meg. Tarlotti közben, egy nagyszerű kereszt Micevskivel, Nemes Lóra bejátszás, és Bagin már a 2. gólját lövi. Bravo! Villámgyors csere, és Makkai érkezik majd középre. Sajnos most Tarlottin nyer egy fél ütemet Pint Lilla, aki góljával 10-7 arányban elmegy az Eger csapata, és igen, 3 gólos hátrányán nem is lehet más, jön Jenei Tamás időkérése. Eddig a hajdunási csapatban Nemes Lóra és Nyakó Rozália 2-2 góllal vette ki a részét, de próbáljunk belehallgatni az időkérésbe.
A hajdonási szurkolóknak hála nem sokat tudtunk hallani, de ez így legyen egész mérkőzésen végig, és így buzdítsák a hajdonási csapatot. A Jenei Tamásnak a artikulációból arra következtettem, hogy azért védekezésben nem elégedett a csapat teljesítményével, és mindenféleképpen több lábmunkára is többet kért a egymás kisegítésében újra Bagi a falban. Nada Micevski, Kelemen, Nemes Nóra, Tarlotti, Micevski, Tarlotti újra próbál egyezni, Nemes Nóra elengedi a feje fölött a labdát, de aztán jól megfogja, és Tarlottit hozzak nagyon jó helyzetben, aki majdnem be tudta játszani, közben egy nagyszerű indítás, és az Eger csapata megszerzi a 11. gólját, a 66-os számú Kiser Panna újabb góljával. Igen, mint hogyha a bemondott mozgás nem úgy sült volna el, ahogy szerettük volna, ezért Kelemen Grétát most Makkai váltja, ugye, aki Kisvárdáról érkezett Hajdunánásra az idény elején. Nagy Micevski, Tarlottinál most a labda. Tarlotti, Nemes Nóra. Nagy Micevski egy nagyszerű induló csel után, hát az a fránya labda, ez hihetetlen. Mert már elmúlt hetekben is elmondtam, de mint kézilabdában aktívan résztvevő ember, abszolút érzem és látom ezt a vax problémát, hogy nagyon nehéz vele mit kezdeni, hiszen a lányok ugye vaxolnak, de ugye fiúmezőnyben is előfordul. Én azt gondolom, most megint csak a labda, hogy föl lett ért, nem úgy pattam vissza, annyi vax van rajta, és ez most megzavarta nagyon Olsóst. Hú, egy rendkívül jó betörés után Bágyi újabb védése. Bravo Stella, ez neki már a negyedik védése a mérkőzésen. Bravo Stella, ennek ellenére Jenei Tamás szóvá is tette, hogy a lányoknak, hogy össze kell zárni, nem lehet ilyen simán beengedni egy átlövőt. Iván, Vas került vissza, megint Kisernek teszi tovább, aki a végtelenségig kitartja a labdát, és a egyenes felsőbe bombázza a labdát. 12-7, úgy látom, hogy hiába a négy jó védés. Posgai Berta érkezik a hajdonási kapuba, tehát próbálunk frissíteni, próbálunk kapuban is valami újat hozni. Nágyán Micevski egy nagyszerű indulócsel után, Tarlotti tovább, és Lakatos Virgin, a Lakatos Virginia, ugye érkezett jobb szélre, Orsó Sassza helyett, egy nagyszerű bejátszás, nem is lehet más. Nágyán Micevski rendkívül jól húzta össze a falat, és játszotta be Makkainak, aki megfogta a labdát, és nem lehetett más, hátulról visszahúzták, mint 2 perces kiállítás és büntető. A büntetőhöz Nemes Nóra érkezik. Ugye sajnos ebben az évben már többször akadtak problémáink a büntetőkkel, többször hagytunk ki büntetőket. Hát nagyon reméljük, hogy most Nemes Nóra, aki egy hét kihagyás után tért vissza. És igen! Szinte nem mertem oda nézni, de a lövőcsel után Nemes Nóra nagyszerűen lőtt az egyenes alsóba. Bravo Nóra! 12-8 arányban szépítünk, tehát érkezünk, jövünk közelebb. Az Eger pedig megteheti, hogy cserélget és folyamatosan frissen tartja a játékosait. Most megint egy passzolócsel után szétnyílik a hajdonási hatos fal, és lövőcsel után Iván góljával mentünk. Nem úgy működik ez egy hatos fal, ahogy a hajdonási csapattól megszokhattuk ezt. Micevski most jobb átlövőben, Nemes Nóra irányítóban, és Szécsi Alexandra érkezett bal átlövőbe, aki próbált azonnal kapura törni és kapura lőni. Összezártak előtte sikeresen. Nézzük, hogy Nemes Nóra milyen játékot hív, milyen játékkal próbáljuk a Eger csapatát megbontani. Szécsi a trükkös bejátszás után, sajnos ezt már nem bírjuk el, és sajnos ez az elejtett labdának
nagyon köszönjük szépen a játékvezetőknek, de teljesen jogosan kétszer indulás volt a 83-as számú egri játékosnál. Elég ritka az ilyen hiba ebben a mezőnyben, de a Zsákovics Sára, a Eger csapatának a csapatkapitánya vétette ezt a hibát legnagyobb szerencsénkre. Nem nagyon érezzük a védőktől való távolságot, rendre túl közel megyünk hozzájuk, és így nagyon könnyen meg tudnak fautolni a mérkőzés ezen szakaszában. Nemes Nóra viszont nem megy közel, hanem 10 méterről, talpról egy óriási bombát ragaszt a kapu jobb oldalába. Bravo Nóra! Így 13-9, de még mindig 4 gól a hátrányunk. Vas mutatja a mozgást Zsákovicssal, próbálják befutatni a szélsőt, Vas támadja a falat, Iván megint egy jó csellel, de Toszkai Berta Iván amióta bejött, azt kell, hogy mondjam, azt hittem, hogy gyengülni fog a egriek támadó játéka, de annyira gólerősen jól cselez, nem ismertem az ő ilyen vagy támadó játékát, így az ő újabb góljával 14-9, így a mérkőzés során a legnagyobb különbség, 5 gól most már a hátrányunk. Szécsi, Nagyja Micsevszki a nagyszerű csellel, Lakatos húzza a labdát, Szécsi megint tör rá, aztán balkézzel próbálta kijátszani Baginak, de labdáját Bernard Dorina fogta meg. Szerencsére, hogy a hatoson belül esett le így Nemes Lóra, megint csak nagyszerű bejátszás, megfogták kérem szépen. Azt kell mondjam, hogy igen, már az előbb sem fújták le a hatos vonal környéki megoldásokat. Bravo, Bagi szerez labdát, meg kell fogni, nagyon jó. Emlékeznek, hogy a múlt héten is volt két ilyen indulás lehetőségünk, ahol a labda leütésből nem tudtunk elmenni, annyira ragadt a labda Nemes. Nagyja Micsevszki, és ha elesik talán, akkor lefújják 2 perces büntetésnek, hiszen már akkor hátulról való elántásnak Nemes Nóra kap egy kis időt pihenni. Így az egy hét kiadás után a 20. percben kap pihenőt, és Nagyja érkezik középre. Kazinci Lopti pedig jobbát lőbe, aki lábbal ugyanolyan jól fog tudni cselezni. Bernard Orina kísérte el teljesen a pálya másik oldalára Bagit, ez nagyon fura védekezési megoldást láthatunk, talán látható, hogy videózták. Ez viszont nem segít azon, hogy Makkai a 100%-os zicsert egy picit mellé lőtte, így nem tudjuk megszerezni a saját magunk 10. gólját. Gyerünk lányok, védekezünk tovább, és a mérkőzés 21. percében egy újabb irányító, hogy már a 3. irányítóját hozza be a egri vezetőedző Fodor személyében. Így Zsákovics, Fodor és Iván belső hármassal, egy teljesen új hármas van bent, mint amit a mérkőzés elején láthattunk. Hát ez is mutatja az egri csapatnak az erősségét. Most Zsákovics lő az egyenes oldalba, Posgai Berta egy kicsit talán mellé nézett ennek a labdának. Nagyja Micsevszki megint próbálja bejátszani Kelemennek. Nem ízlik most nekünk ez a rendkívüli kemény egri védelem és gyors támadó játék. Újra ez az érdekes védekezés, ahogy elkísérik, de Kelemen Gréta balkézzel összeszedés, balkézzel megfogja. Nem lehet más, mint 2 perc, mondanám. De itt a játékvezetőnél egy sárgalapos figyelmeztetés kap az egriek 3-as védője. Megállítja a játékvezető az időt, én azt gondolom, eddig nagyon következetesen próbálják fújni, és ugyanazokat a megoldásokat, ugyanazokat a védekezési dolgokat fújják le, mint mind a két oldalon. A kapuban az egriek kapusa, kapus cserélnek, bocsánat, és a 73-as számú kis Gadányi Maja most a kapuban, ne vele szemben Nemes Nóra, aki... És bent volt a labda! Nem a lehető legegyszerűbben, de Nemes Nóra sípszóra elengedett lövését nem tudta hárítani kis Gadányi, mint hogyha érezte volna, hova jön a labda, de szerencsére annyira jól volt helyezve ez a labda, úgyhogy gól. És ugye gól az, amit a játékvezető megad,
szabály szerint, ugye, ami teljes terjedelmében átmegy a gólvonalom. Zsákovics újra a labdával, és elejti a labdát. Milyen grab, gyerünk lányok, gyerünk! Kelemen, Kazinci, hátrafele megy a labda, az nem túl jó dolog. De lehet, hogy ez egy edzői utasítás, hogy inkább fogjuk meg a labdát, mint hogy elejtsük, mert még egyszer mondom, ez a vakszos labda sajnos sokszor megtépálja a játékosokat. Nem olyan ütemben, nem olyan sebességgel pattan vissza, mint ahogy arra számítanak. Nágyán Micsevszki rendkívül szépen cselezés megy be egy-kettő között. Oldalról való lökésért nem lehet más, mint büntető és 2 perces kiállítás. Így emberelőnyben leszünk, és a 7 métereshez újra. Nem? Most Nágyán Micsevszki fogja a 7 méteres lőni. Nagyszerű egy lövőcsel után, nagyszerűen lő a kapuban Nágya. Így még 1 perc 50 másodpercig ember előnyben támadunk. Az egriek is meglépik azt, amelyet már sok csapat itt NBA-ben, hogy üres kapuspal támadnak, és Simon érkezett beállóba. Mindig elmondjuk ilyenkor, sokszor látni a mai kézilabdában, hogy a labdaszerz után üres kapus gólt lőnek a játékosok. Hát reméljük, hogy most is lesz ilyen, és megvan a labda! De sajnos visszafújják a játékvezetők, így Fodor most jobb átlövőben, Iván, lépés Iva, így van, nem is lehet más, beletopogott a vendégek jobb átlövője, Pozsgai Berta végzi el a szabad dobást, és még 1 percünk van ebből az ember előnyből. Kazinci Lotti kétbeállós játék, Nemes Nóra mutatja Kelemen Grétának, hogy milyen játékot szeretne játszatni. Nézzük, Kelemen, Nemes. Egy nagyszerű hosszú passz után Lakatosnak tesszük le a labdát, aki a rövid alsó sarkot vette célul. Sajnos ott állt Kozma Tünci, és jól helyezkedésével megfogta ezt a labdát. Még 28 másodpercig emberelőnyben a hajdunánási csapat. ...15-11 arányban ment az egri csapat, és Vas cselez, és hozza a helyzetbe Zákányit, aki első góljával újra 5 gólos hátrányban a hajdunánási csapat sajnos. Azt kell, hogy mondjam, a egri edző bárkit küld a pályára, ő képes gólt lőni. Nagy erőssége a mostani egri csapatnak, ahogy ezt én látom. Kazinci tör kapura, és ott megnyílik előtte a hely. Bravo Lotti! Nagyszerűen vette észre, hogy szétnyílt a fal, és ő köszönte szépen, és élt a lehetőséggel, és megszerezte saját maga első csapatának 12. gólját. Gyerünk lányok, 5 perc, kicsivel több mint 5 perc van az első félidőből. Próbáljuk kivédekezni és próbáljuk góllal befejezni ezt a félidőt. Pozsgai Berta megteszi a hozzá. Pozsgai Berta megtette, amit tőle kértünk, de sajnos a játékvezető szabálytalanságot ítélt. Így időkérés a vendégcsapatnál, így kevesebb, mint 5 perc van még hátra, és 4 gólos hátránynál próbáljunk belehallgatni mindkét edző utasításába. Mind a kettő edző szavait figyelemmel követi, de
Ugye a Hajdunásnál Jenei Tamás nyugalomra intette a lányokat, és próbált a védekezésben még több lábmunkára ösztökélni őket. Az egriek pedig egy, nem értem igazából milyen támadó figurát szeretnének megvalósítani. Remélem, hogy Jenei Tamás sokkal jobban tudja, és erre oda tudunk figyelni. Na, gyerünk lányok, gyerünk! Védekezzük ki ezt az egri támadás. Vas, Zsákovics, Pintel egy összjáték, újra Vas, Pint, Zsákovics leszi lesz szélre, Pint, sajnos megint csak egy nagy luk tátongott középen, a két-hármas védő között, és Jenei Tamás is se érti, hogy hogy lehet akkora lukott a falban a két-hármas védő között. Sajnos így Pint nagyon könnyen ment be, a 7 méteres pedig Vas ellentmondást ülően dobja be, így megszerzi az egriek 17. gólját. Mindenféle nagyon sok a kapott gól, azért a védekezés sokkal jobb ettől a Hajdunásiak védekezése, mint hogy 17 gólt kapjunk egy fél idő alatt. Nyakó, elcsere Micsevszkivel, Kazincival elcsere labda, áj, bravo Lotti! Milyen? Igen, a játékvezető ugye lépéshibát fúj, de előtte szabálytalankodtak, ezért a labda a miénk. Hát ilyenkor rá tudott volna fújni egyet, akkor megadhatta volna a gólt itt a Hajdunási pályán. Nyakó törkölt a kapura, de hamar megadja magát, mondom én, de nyilván azért adta meg magát, hiszen kapott fejre egy hatalmas ütést. A játékvezető hál' Istennek sokkal jobban látta ezt tőlem, így 2 perces kiállítás. A 27. percben 2 percig újra nálunk az előny. Nemes, Dóra most kapja Kelementől a labdát, Nyakó. Nyakó. És láb, kérem szépen, lábbal kirúgta egy nagyszerű, jobb csűrdel belerúgott a labdába a Eger jobb szélsője, Zákányi. Kazinci, megint csak egy nagyszerű passz kap, bravo! Bravo Nemes Nóra, nagyszerű passz. Bravo Lotti, nagyszerűen fogta meg. Már az egriek támadnak, 4 gólos hátrányban, tehát üres kapuval, ember azonosságban, kevesebb mint 3 perccel a mérkőzés vége előtt, a első félidő vége előtt, elnézést kérek. Vas szabálytalan, Vassal szemben szabálytalankodtunk. Újra Vas és Pint, 2 roppant jó cselező játékos, nagyon figyelni kell rájuk, hogyha a kapura törnek. Vas passzív azonnal, 3 passzon még, Zsákovics is próbál betörni, teszi ki balszélre, és a kapufa most velünk van Hajdunánással, üres volt a kapu, de nem lőttük el, Tarlotti, Nyakó, Tarlotti, vigyük gyorsan a labdát, ott a jobb szélső üresen, Lakatos újra felmegy Zitzerben, és pimasz módon át egy Kozma Tüncin, bravo Vici, bravo Lakatos, a 77-es számú Lakatos Vici góljával. 17-14 a mérkőzés állása. Simon most a labdával, Zsákovics, Pint. Megint csak jól teszik le a labdát. Edzők rémálma ez, amikor a kapufa és a kapus között a rövidre el tudja lőni. Kicsit hamar, kicsit türelmetlen volt talán most Posgai, és elment a hosszú sarokra. Bagi, Nyakó tovább Tarlottinak, most már a gyors lerohanás nem sikerül, és így marad a felállt fal ellen támadójátékunk, érkezik. Új erőként Micsevszki, Nagyja, Nyakó, Bagi. Kazinci megint csak jól megy be, nem lehet más, mint 7 méteres. Bravo! Kazinci Lotti rendkívül jó cserének bizonyult, mutatja ezt 2 góljával és a rendkívül jó támadó játékával. Bravo Lotti! Micsevszki most a 7 métereshez. És a kapus ugrön hozzáér, de ez mit sem zavar minket, hiszen a kapu bepattan. 15-15.
18. Fél perc van még a mérkőzésből. Ez egy idő lehet az Egernek támadása, de nagyon remélem, hogy a nálási lányok ezt kivédekezik. Iván Kazincic nagyon erően védekezik. Faul, bravo Lotti! 20 másodperc van még. Iván a labdával, Zsákovics, Iván. Lépjünk oda Lotti, megvan a labda! Kazincic szerez labdát, 12 másodperc még, 10 másodperc még. Menjünk lányok, 8 másodperc. El kell lőni Kazinci. És gyönyörű! Megállt, megtorpant, aztán pedig óriási erővel a kapu hosszú sarkába, a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Ezzel egy nagyon jó befejezést adott a csapatnak. 16-18, azaz 2 gólos hátrányban a hagyományos csapat. Ez a mérkőzés az első félidő egészét nézve azon nagyon jó, úgyhogy menjünk el, pihenjünk most néhány percet, aztán újult erővel jöjjünk vissza, és nyerjük meg ezt a mérkőzést, lányok! És a 10 perces pihenő után újult erővel érkezett vissza az Eger és a Hajdunánál csapata is. Nézzük akkor a második félidőt. Nézzük akkor a második félidőt közösen. A kapuban pedig már látom, hogy a Hajdunánás kapujában Kis Detti, aki egy térsérülés után tér most vissza a pályára. Hát nagy szükség van az ő remek védéseire, a remek indításaira és a remek játékára. Nagyon-nagyon remélem, hogy úgy fog visszatérni, ahogy azt a edzéseken mutatja, rendkívül jó védésekkel és rendkívül jó hozzáállással. 16-18 tehát a mérkőzés állása, és ezzel a két gólos hátránnyal indulunk neki a második félidőnek. Gyerünk, lányok,
tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Nem lehet probléma elvilegben, sok elvégzett munka az mindig meg fogja hozni a gyümölcsét. Mi már harmadjára próbáljuk ezt a szélső befutást eladni, és mindig jól fellépnek a jól cselező Bagival, így nem nagyon tudjuk megcsinálni ezt a mozgásunkat. Nyakó, Kazinci maradt jobb, átlőbb, rendkívül gólerősen játszott az első félidőben. Nádja Micsevszki pedig, mintha cselezett volna, de nem csel, lepróbálkozott, hanem most azonos lábról ellőtte a labdát, így a mérkőzés második félidő első gólját mi lőttük, ezzel 17-18 a mérkőzés állása. Fodor, Babinski újra visszatért, ő volt a kezdő balátlő, aztán az első félidő második 15 percét szinte végig pihente. Bagi szerez labdát, bravo! Nagyszerű labdaszerzés után, Nyakó, Micsevszki, Kazinci bátran kapura. Nágyja Micsevszki egy nagyszerű leforgás után, Baginál a labda, ő húzza meg. Jöjjön a labda, így van, jön a kispadról, és hogy húzzuk tovább a labdát, de megkontrázzuk ellen, de nem lehet más, mint 2 perces kiállítás. Nágyja Micsevszki óriási, amit egy az egyben csinál ez a lány. Nagyszerűen cselezett, és nagyszerűen verte meg. És akkor nézzük az emberelőny játékunkat. Megint most csináljuk. Nyakó, Nemes Nóra, egy helycsere Kazinci Lottival. Nyakó, Bagi. Nyakónak a jó előkészítés, hát nem lehet, ez faut volt, kedves sportársak. Talán sajnos egy fautos helyzetből elvállalta most Nyakó Rozi, és a játékvezetők nem látták azt, nem nézték azt, amit talán én látni szerettem volna, hogy ez faut volt. Így még 1 perc 20 másodpercig ember előnyben vagyunk ugyan, de már ember azonosságban támad. Jobb szélen újra Bernard Dorina, és meg is kapja a labdát, eddig ő százszáz, és Kis Detti ott van a kapuban! Bravo, Detti! Jaj, oké, megvan a labda. Bravo, lányok! Kis Detti nem is térhetett volna vissza jobb ütemben, egy nagyszerű védéssel mutatja, hogy itt van a Hajdunánás kapujában. Nyakó, Nemes Nóra, rendkívül jó bejátszás, bravo! Kelemen Gréta pedig ellenállhatatlan, hatalmas góllal mutatta meg, hogy a csapatban igen, és ő a első számú beálló. Bravo Gréta, nagyszerű volt. Pint Léla közben a labdával, Babinski tovább, szépen becselezte, de talán Kis Detti hozzá is ért egy picit, talán a... Nagyszerű védés újra Kis Dettitől, bravo! És a második féldő negyedik percébe fordulunk, és még mindig nincs Egri gól. Kis Detti, nagyszerű! Bravo, Detti! Lakatos jobb szélen, Kazinci. Egy helycserét követően Nyakó. Úgy de szép csel! És nincs szerencsénk! 18-18-nál Nyakó Rozi tisztára hámozza magát. Sajnos a lövése elkerüli a kaput. Most védekezésben szedjük össze magunkat. Nágyja Micsevszki jobb szélen, Kazinci Lotti jobb kettőben. 2-3-asban Kelemen Gréta és Tal Lotti. Ők abszolút jól megbízható 2-3-as védő. Nyakó Rozi pedig bal kettőben most próbál védekezni. Gyerünk! Jön a néző térről a bekiabálás, hogy fel a kezeket, lányok. Védekezzünk ott keményen. Babinski újra Vasnak, aki bemegy, de Kis Detti harmadik szenzációs védése ebben a félidőben. Bravo! És közben próbálom számolni az egri lányok, hogy tudunk ilyen könnyen elfogyni. Hát azért, mert 7-6 elleni játékot láthatunk az Eger csapatától. Újra üres
kapu támadó játékot játszhatunk. 7 támadó a 6 hajdonás ellen. Kell egy labda szerzés, és már is lőjünk egy könnyű gólt. Simon most Fodornak tovább. Babinski teszi le szélre. Kiser viszi be, és a végtelenségig kitart, és a hosszú felső sarokba lövi ezt a labdát. Így megszerzi az Eger is ebben a fél időben a első gólját. Újra ott az előnye, egy gólos előny, 19-18. Bravó lányok, gyerünk, gyerünk! Pazincitól, nagyszerű betörés, be kell menni, és kérem szépen már belépett a vonalon belülre. Néha-néha ezért is már adtak 2 percet és 7 méteres, most a játékvezető sípe sajnos néma maradt. Látszik, hogy a Egri csapat jól felkészült a hajdonás csapatból, hiszen minden mozgásra megvan az ellenszerük. Labda szerzi, emberfogás vagy bármi egyéb. Most sajnos nyakótól egy labdaeladás. Így a mérkőzés 7. percében. Második. Fodor, de jó, hogy kitette. Bravo! És kis Deci 4. védése. Bravo, Deci! 5 lövésből a 4. védése 80%-os teljesítménnyel teljesít a mérkőzés 7. percében Deci. Bravo! Lagatos érkezik jobb szélre, nyakórozik, kap egy kis pihenőt. Nágyán Micserszki középen, Tarlotti, Bagival egy helycsere. Nágyán. Pazinci cselez, Tarlotti. Nágyán. Jaj, de jó bejátszás, Kelemen fordul be! Sajnos a kapus lába közötti területet a kapus jól zárta. Vas hozza a labdát, hosszú passzát Fodornak. Bejátszás, de Tarlotti rendkívül jól olvassa a játékot. Rendkívül jól helyezkedett, és így övé a labda. Megint csak a gyors lerohanást nem tudjuk végigvinni, ezért megállunk, és próbálunk felárfal ellen. Megint csak ki kell emeljem Tarlottinak a rendkívül jó védekező munkáját, hogy nem csak egy ütközéssel, hanem egy nagyszerű helyezkedéssel is lehet nagyon jó védekezni. Bravo Lotti, most támadásban, és most támadásban tör be, és hátulról rántják le a kezét. Az Egri csapat edzője dürohamot kap, annyira kiabál a egriekkel. Úgy látszik, hogy készültek erre a cserre, de ezt a cserre nem lehet megfogni. Tarlotti annyira tökéletesen, annyira kifogástalanul csinálja. Nágyán Micserszki a 7 métereshez. Vele szemben pedig Kozma. Bravo! Maga biztosan a kapu jobb felső sarkába lövi. Így. Micserszki góljával 19-19. Bravo lányok! Ugye 18-16-tal fordultunk, így 3-1 a mérkőzés második félidejének az eredménye. 8 perc ment el a játékból, és egy gólt kaptunk. Kisdeti szenzációs, amit a kapuban csinál. És a lányok amúgy védekeznek. Most Kazinci, Lotti és Bagi rendkívül jól védekez. Áj, sajnos ez... Megbontották ott a védekezést. Bagi bal szélről felcsúszott bal kettőbe. Sajnos egy kis fegyelmezettség után ember előnyben. És Kisletti! Bravo! Szenzációs, amit Letti csinál a kapuban. Bravo! 8,5 perc alatt egy gólt tudtak lőni. Bravo lányok, bravo, bravo! És ember azonosságban vagyunk 5-5 ellen, amit önök látnak, hogy 6-5 ellen játszunk egy 2-es Tarlotti, Nemes Nóra, Nágyá, kilakatosnak beugrik, és az a rövid alsó sarok igenis működhet, tehát már is nálunk az előny, kedves nézőim. 9 perc kellett ahhoz, hogy megfordítsuk a mérkőzést Kisdetti rendkívül jó védéseivel, és a lányok nagyon jó támadójátékával. 20-19.
Vas újra a labdával, Babinskinek tovább. Pint megy be most két ember között, és lövi a 20. Egri gólt. Bágyi Stella volt most a kapuban. Én azt gondolom, hogy Kisdeltének a sérülése miatt talán előre meg volt szabva a játék ideje, és azért ment le, vagy talán a gyors kapus csere miatt is hozták le Tamásék, de ettől függetlenül Bágyi Stella is rendkívül jó védett az első fél időben. Lakatos nem tudott bemenni, ezért húzza tovább a labdát. Pint ellenvédeket támad, elnézést kérek, ami Nagyja Micsevszkink támadott, és próbált meg cselezni, de sajnos nem sikerült gólra váltanunk. Igen, sajnos egyből a játékvezetők látják, hogy kis tétovázás van. Nemes Nóra próbálta ellőni a labdát, de a sáncról lepattan, és ezt Vas hozza végig, és ez az ígyszer már nem tudjuk hárítani. Sajnos túl sokáig támadtunk, és a támadó játékunkban a passzív után már nem tudtunk mit kezdeni. 46-os számmal közben Bagi Virág is a pályán, aki szintén hosszas sérülés után most ér vissza, és egy rendkívül jó balszélső, sőt még irányító poszton is bevethető, és nagyon reméljük, hogy belül is mutatja ezt, sajnos az első lövése a kapufáról kifele pattan, jaj, de kár érte, pedig elég kicsi volt a szög, de nagyszerűen fog, és labdaszerzés javít, nagyon jó! Próbálják a kispadról űzni, hajtani a lányokat, hogy vigyük gyorsan játékba a labdát, és próbáljunk gyorsan befejezni a támadó játékunkat. Nagyja Micsevszki és Darlotti, náluk azt mondom, nagyon jó helyen van a labda. Megállnak, és Nagyja mutatja, hogy milyen mozgást szeretne. Bagi fut most be, így egyből kiveszik emberfogással Nemes Nórát, Nagyja Micsevszki, Darlotti, ó, micsoda induló csel volt ez, kérem szépen, Vas azt se tudta, hogy merre fele van arccal, bravo Lotti, nagyszerű induló csel, gyönyörű csel, nem is lehet más, mint egri időkérés. Vendégek időkérése után vendégek Farkas József felhívta a figyelmet az egri lányoknak, hogy jobban zárjanak össze, ez rendkívül jó, mert úgy látszik, hogy hiba csúszott a gépezetben. Így van, gól volt, és a szabályoknak megfelelően kell elvégezni a szabaddobást. Vas, Zsákovics, Kiser bal szélen. Talán Pint van jobb átlövőben, így van. Farkas Józsefnek irigylése méltó helyzete van, hiszen kénye kedvére cserélheti a egri lányokat, és szinte ugyanolyan erősségű játékos jön be. Hát sajnos most a sáncról megpattanó labdának örül Zsákovics ennyire, hogyha ez sánc mellett elmegy, akkor Kisdeleti játszik könnyedséggel védi, de sajnos nincs ha a sportban, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Újra egy gólos előnyben az egri csapat, és vált védekezés váltanak. Egy 5-1-es nyílt védekezésre vált a csapat. Tarlotti Lakatosnak. És meg volt a helyzet, pedig nagyon jól kanyarodott fel. Lakatos, Tarlotti nagyszerűen húzta össze a két embert. Nem, semmi, így van, lépésében volt már, ezért a játékvezető nem adta ezt meg. Pint a labdával most,
egy helycsere után Gazsovics, Vas, Tarlotti nagyszerűen fogja meg, és ott megint Vas, Tarlotti védekezik nagyszerűen, kicsit túl védekeztük, és most Kisár Panna nem tud hibázni ezen a mai mérkőzésen. Balszéről nagyon-nagyon meggyőző, és nagyon-nagyon jó százalékkal lövi be a helyzeteit. Ezen most a rendkívül jó formában vévő Kisdetti sem tudott mit kezdeni. A gyerünk lányok, ezt az 5-1-es védekezést mutatja Jenei Tamás, hogy megvan ennek is az ellenszere. Már is nézzük meg, hogy milyen mozgással tudjuk átvágni ezt a védelmet. Nádja. Hát így kérem szépen, szenzációs játékkal. Szép volt Nádja. Nádja Micsevszki gólja, elnézést, gól passza, de szinte akkora passz volt, hogy gólt ért volna így. Kelemen Gréta egy újabb góljával. Megint csak egy gólos hátrányban a hajdunánási csapat. Fodor most irányítóban. Vas. Iván megint jobbát lőve, figyeljünk rá, hogy ott ne cselezzen, ne legyen meg a passzoló cselek. Vas egy helycsere Ivánnal, megint csak a felúró csel, de Kelemen Gréta már ezt tudta, ismerte is. Kőkeményen fogja meg Iván, bravo. Gazsovics a labdával. Iván, megint a sánc között, két ember sáncolta a rövid oldalt, és Kisdetti ment a kötelező hosszú oldalra, ilyenkor nem lehet a kapusnak szemrehányást tenni, a védekezőknek kellett volna a kezüket úgy összetenni, hogy a labda ott ne találjon utat. Tarlotti, Nemes Nóra, nagyszerűen megy be, így van, oldalról lökték, szélső nem segített be, így nem tudta kitenni szélre. Nemes Nóra pedig hetest harcolt ki a 7 métereshez Nádja Micsevszki. Egy lövőcsel után 23-24. Zákányi váltja közben Bernát Dorinát jobb szélen, és Kiser helyett pedig készülődik már itt a kispadon a másik balszélsőjük. Úgy látszik, hogy a szélső játékosok az Egerbe 15 perceket játszanak. Vas most a labdával támadásban. Hú, micsoda indul csel csinál, de Tarlotti ott van! És mutatja Nágyának, hogy nyugi, nyugi, itt vagyok melletted, és segítek, hogyha baj van. Nagyszerűen nyúl bele ebbe a labdába is Tarlotti. Fodor Vas helycsere. Fodor. Iván. Vas is újra Tarlotti! Szenzációs, amit csinál. Ahogyan védekezik. Egyedül. Lányok! Nagyszerű védekezés után sajnos Nemes Nóra és Kelemen Gréta között talált utat. Lotti tovább, nagyon jó, mondanom sem kell, hogy a támadás Tarlottitól indult, nagyon jól húzta össze a falat, és Nemes Nórának olyan passzolott, amit már csak be kellett vinni és be kellett lőni. Bravo lányok, bravo, mutatja most Jenei Tamás a lányoknak, hogy ott figyeljenek az Ivánra és a Fodornak a cselezésére, Nemes Nórára és Kelemen Grétának mutatott valamit Jenei Tamás. Vas érkezik középre, Fodor indítja a húzást, Vas középen, de most jól zárunk össze, illetve nem nyílunk szét. Iván tovább, Vas, ott belemenés, úgy van, megint csak Nádja Micsevszki, ami támadásban is nagyon jó dolgokat csinál, most nagyszerű ütemben lépett be a lendületből érkező Fodornak. Bagi indítja el a húzást, Nemes Nóra, Tarlotti tovább, jaj, micsoda bejátszás, bal kézzel az egri védők hóna alatt. Hát azt gondolom, hogy tökéletesen kiátsza a hajdunálás ezt az 5-1-es védekezést. Bravo! 25-25, 17 perc telt el a második félidőből, és a két gólos hátrányból döntetlen újra. Vas törkapura teszi ki Ivánnak, aki megint csak egy sokadik ilyen passzoló csele kifele, és ezekből rendre bemegy. Passzoló csele vagy felugró cseleket csinál, ezekre talán oda lehetne figyelni, hogy egyszer-kétszer belépni ellene. Az első félidő abszolút nyerő embere, Kazinci Lotti érkezik most jobbár lőbe, Tarlotti balár lőben, és Nemes Nóra irányítja a hajdunánási támadó játékot. Nemes, Tar, Kazinci,
Kazinci törkapura. Úgy van, ahogy a szes. Kedves sportás. Egy picit, ha jobb szívűek, nem is szív kell ehhez, hanem megszólalt volna a sípszó, akkor jobban örültünk volna egy 7 méteresnek, de nem baj, ugyanígy tovább, gyerünk, Kazinci Lotti, ezek a cseleket bátran. Tarlotti most nagyszerűen teszi ki a labdát. Bagi az egyenes felsőbe szerette volna meglőni a labdát, de jól hárította az Egriel kapusa. Nézzük azt a támadást, megint csak Fodornál a labda. Jól zárunk össze megint csak, Iván egy passzoló csellel, hogyha nem azzal indul. Majd felugrásból óriási erővel lövi ki a jobb felső sarkot. Erre most sajnos nem számoltunk, nem számítottunk rá. Kettőgólos hátrányban vagyunk, tehát amiért eddig dolgoztunk, most újra kettőgólos előnyben találjuk. Találja magát az Eger csapata, így jön Jenei Tamásról rendkívül jó ütemben a hazai időkérés. Próbáljuk megint belehallgatni. Tartalmas időkérés után reményeim szerint hajdunálási góllal folytatódik a mérkőzés. A második fél idő 19. percében járunk, így még 11 perc van hátra ebből a mérkőzésből. 11 percünk van, hogy ezt a két gólos hátrányt ledolgozzuk és még egyet hozzátegyünk. Tarlotti, Nágyán Micsevszki, Tarlotti, júj de szép, ó, mi volt ez, kérem szépen, Lavolotti, Tarlotti és Nágyán Micsevszki nagyszerűen zavarták össze az egriek védelmét, a két lány nagyszerűen cseleznek és megbolondították az egri védelmet, amely után Nágyán Micsevszki érkezik az újabb 7 métereshez. Gyerünk, Nágya, nagyon-nagyon kell ez a 7 méteres, nagyon-nagyon fontos. És kapufa, de! A kipattanói rendkívül módon harcol. Bravo, Nágya! Bravo, Nágya, tőle 10 kilóval nehezebb egri védőt megelőzve, legyőzve. Bravo, lányok! Tarlottinak egy jó bejátszás, emberelőnyben próbáltunk megint csak. Tarlotti, Nágya Micsevszki törve és hosszú passz, ósos szasza, óriási zicserben ugrott be, de sajnos a lövése nem ment át a kapus fel. Az első fél időben lőtt egy ilyen pima szejtés gól, de ez most nem ment be. Hú, de hiányoznak ezek az ósos szasza féle szélső zicserek, hú, de hiányoznak. Két gólos hátrány van, egy 7 méteres és egy jobb szélső 100%-os zicser vas törmös kapura. Babinski tovább Ivánnak, és az ő kezük is megreveg. Kidobja az oldalvonalon túlra. Kisdeti hozza a labdát játékba. Tarlotti Balázs lövőben. Nemes Nóra érkezik jobbár lövőbe, vagy talán irányítóba, így van, és Nágyán Micsevszki pedig jobb átlövőbe. Újra Nemes Nóra, megint csak kiteszi Orsós Szaszának, aki most nem hiszem el, hihetetlen, hogy ezt nem hiszem el. Fú, nagyon hiányzik az önbizalommal teli Orsós Szasza, aki az ilyen helyzeteket úgy vágta be, hogy csak füstölt a kapufa.
Fabinski most lépéshibának tűnő, és Kisdetti! Nagyszerű, Kisdetti tartja még a csapatot életben, bravo, nagyszerű védéssel. Orsós ül most le is. Makkai érkezik jobb szélre, ez egy újfajta hadrend, és valószínű onnan fog majd befutni Makkai, és így kétbeállós játékra térünk át. Tarlotti remekül veszi észre, bravo! Nem tudnak mit kezdeni Tarlottival. Mutatja a játékvezető, hogy nem tudok mit fújni. Egyértelmű, hogy belül védekezés, és egyértelmű, hogy nem tudják megfogni Tarlottit. Bravo! A 7 métereshez pedig Nemes Nóra érkezik, aki az két belül 7 méteres után átadta a labdát Nágyán Micserszkinek, de az előző kapufa után most visszakapja, és nézzük, hogy jelentem góllal, tér vissza a 7 méteresekhez, így 26-27. Na gyerünk lányok, gyerünk! 26-27, egy gólos hátrányban. Kelemen és Makkai most 2-3-asban, Tarlotti kettesben, Nemes Nóra pedig a jobb kettes pozícióban próbál védekezni. Pincs, két ember között, és kidobja, kidobta! Nem úgy látták a játékvezetők, mint ahogy én láttam. Zákányának egy kicsit magas volt a labda. Kelemen Gréta mutatja, hogy sok, de játékvezető tovább engedte. Kelemen Gréta megint hátrafele passzolja a labdát, de ebből még nincs probléma, mert Nágyjánál volt a labda, de sajnos ezt is megfogták, megfogdott. De nézzük a támadásunkat. Makkai jobb szélen, Nágyja. Vissza Nemes Nórának, Tarlotti, Nemes Nóra, jaj, de szép bejátszás Kelemen Grétának, és nem hiszem el, megint kapufa, de miért az övé, Sportás? Megfogta a labdát Zákányi, és beesett vele a hatoson belülre. Úgy látom, hogy mindegy, az a igaz a pályán, amit a játékvezető fúj, 7 perc van még ebből a mérkőzésből, még mindig egy gólos, hát nem lehet gólt kapunk, nem lehet Pintra csellezéssel, Zsákovics újra vissza, egy rossz ütemű kilépés után, Iván csúszott el, úgy látom, hogy a pályán izzadság volt, van ezért az ittszer után elcsúszott, áll az óra, és már is jönnek törölni a hajdonás utánpótlásában jól teljesítő lányok. Iván jön le, és marad ez a zavartró védekezés, az 5-1-es védekezés az Eger csapatánál, amit egyébként rendre jól átjátszottak a lányok, csak sajnos az itzerek, illetve 7 méteres kimaradt, ezért erre kell figyelni. Nágyja, jól zárnak össze és jól fogják meg, Nemes Nóra, hallja Tarlotti. Ó, micsoda labda, miért? Miért fújtak bele, Sportás? Nem volt szabálytalanság, itt előny szabályt kellett volna alkalmazni a játékvezetőnek. Nemes Nóra leviszik a földre. 6 perc van még vissza, most már sajnos félszemmel a játékidőt is néznünk kell. Tarlotti, Nemes Nóra, Tarlotti. És ő majd a hátára veszi a csapatot, és bemegy két ember közé. Nem hiszem el, hogy nem lehetett volna erre fújni valamit. 2 passzon. Megint megállítják. Igen, sokadik cselezése, valamit el kell lőnünk, sajnos egy passz marad. 3 métert meg kell adni. El kell lőni most Tarlottinak. Ho-ho-ho! Bravo, Lotti! Szenzációs, így van, a hátán viszi a csapatot. És egy lábot szerettem volna látni. Nem, Kisdetti meg, nem! Nem lehet büntető. Dadogott a labda, talán lábat is ért. Nagy szerencsével eljutott Zsákovicshoz, és a játékvezető belülvédekezés miatt 7 méterest adott. Vas a 7 méteresnél. Jaj, sajnos. Kisdetti mágia sem segített.
27-29. Gyerünk lányok, 4,5 perc van még, gyerünk, még abszolút meccsben vagyunk, abszolút meg lehet ez a mérkőzés, meg is lesz ez a mérkőzés. Tarlotti, Nemes Nóra, Tarlotti, Nágyán Micsevszki most oda cselezni, nagyon jó játsza be Makkainak. Megint csak a felső kapufára dobja a labdát. De jól kiátszott helyzet volt, egy nagyon jó lezongorázott játék szituáció, amelyben egy nagyon jó passz után sajnos a felső kapufa nem velünk volt. Zsákovics, Pint, Iván a labdával. Pint, és jó. Nem, oda nem lehet bejátszani, lányok! Sajnos a lehető legrosszabbkor nő az Eger előnye 3 gólosra, hiszen 3,5 perccel a mérkőzés vége előtt Nemes Nóra, Nágya Micsevszki, jaj, a szép bejátszás, Nemes Nóra, gyönyörű húzott lövéssel lő a kapuba, bravo Nóra, bravo Nágya, óriási gólpassz volt. Gyerünk lányok, gyerünk, gyerünk! Zsákovics, Pint és Iván. Úgy látszik, a Farkas József ennek a belső hármasnak szavazza a bizalmat a mérkőzés végére. Ez egy nagyon rossz bejátszás volt, de sajnos nem tudtuk elcsenni a labdát. Gyerünk, 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 Iván! És Farkas 3 perccel a mérkőzés vége előtt 2 gólos egri előnynél kikéri az utolsó idejét. Gyerünk lányok, erre az utolsó, majdnem 3 percre, szívjuk fel magunkat és jöjjünk vissza. Kettő perc, 51 másodperc, tehát a mérkőzésből Babinski egy helycsere után, Iván! Hát ha ezt rajzolta le Farkas József, akkor gratulálok neki. Ez egy szenzációs játék volt, ami szép, az szép. Iván bődületes erővel lőtte a kapu jobb felső sarkába. Gyerünk lányok, Nemes Nóra és Jenei Tamás időkérése. 2 és... Hát a változás annyi az előzőhez képest, hogy 2,5 perc van még hátra. Nézzük tehát a Hajdunánás támadó játékát. Nem! Kedves nézőim, micsoda taktikai megoldás lehetett volna ebből, de sajnos Nemes Nóra most egyel többet lépett, mint a szabályok szerint megengedett.
nem lehet más, mint kijövünk félpályás emberfogásra is. Ivánra Kiser de okosan nem lövi el. Hátrafele jön a pasztát, passzív, vas. Makkai minden erejét még labba veti és megpróbálja. Nem, óra még. Elnézést kérek. Ami szép, azt meg kell adni. Kíván ezzel a lövőcsellel. És szinte engem is elmozdított innen. Gyönyörű volt ennek ellenére. Így sajnos 28-32. Gyerünk lányom, gyerünk. 7-6 elleni támadó, nem elnézést, 6-6 ellen játszunk. Tarlotti, Orsós, Nemes Nóra. És most az a bomba, amit megszoktunk, ami beszokott ilyenkor menni, most sajnos most az sem ment be. Fú, hát egy perc van a mérkőzésből, 4 gólos hátrányban van a hajdonási csapat. Bármennyire is szeretném, és szívemből szólna, hogy még gyerünk lányok, hajtsunk és fordítsunk meg ezt a meccset. Itt már a matematika törvényeit sem lehet áthágni, 50 másodperc alatt ennyit nem tudunk lőni, így egy tisztességes mérkőzés befejezésben reménykedve egy jó védekezéssel és egy góllal zárjuk esetleg a mérkőzést. Bravo Deti! Kis Deti az elsőt hozza, azaz nagyszerűen védi Vasnak a betörését. Fél perc van még hátra, Nemes, Tar, tedd le szélre! Nem, sajnos nem látta, hogy ott volt Orsó, de Kelemennek tovább viszik a labdát, 7 méteres, sajnos a síp is néma marad. Jenei Tamás okkal mérges, okkal dühös, hogy minden gólnak jelentősége lehet, és egy ilyen tiszta helyzetet is be kell lőni, be kell vágni. 3 másodperc, már nem lesz ebből lövés, de ha lesz, akkor pedig Tarlotti lesáncolja. Így, kedves nézőink, 2 gólos félidei hátrányból, sajnos 4 gólos mérkőzés végi hátrány lett. Hát egy elég felkavaró mérkőzés volt, nem győztem kapkodni a fejem, és gondolom önök is olyan gyors és komoly játékot láthatunk itt a két csapattól. Egy gyors és teljesen modern taktikai elemeket felvonultató mérkőzésre ennek lehetünk szemtanúi, ahol most sajnos az Eger volt jobb. Az az Eger ugye, akik egy győzelemmel, egy döntetlen és egy verességgel érkeztek ide Hajdonállásra, és bíztam benne, hogy még egy vereséget fognak szerezni, de sajnos nem jött be a jóslatom, így a mérkőzés végeredménye 32-28 az Eger javára, az Hajdonállás szemszögéből 28-32. Sajnos még a néma csöndben a egriek csatakiáltását hallhatták, de abszolút nem kell szomorúnak lennünk ezen a mérkőzés után, hiszen nagyon-nagyon-nagyon biztató dolgokat láttunk a lányoknál. Rendkívül jó játékot láthattunk, egy pici hibákkal tűzdelve. Úgyhogy én igenis látom ebben a csapatban a jövőt, és látom benne a pontokat, és látom benne az eredményt. Én azt gondolom, hogy a hajdonási edzői stáb rendkívül jól dolgozik, és rendkívül jól forgatja a lányokat. Úgyhogy én innen azt tudom mondani, hogy ezen az úton tovább, és akkor jönni fognak majd a pontok itt a további mérkőzéseken. Gratulálok minden lánynak, hallgassuk meg még a edzők nyilatkozatait, hogy ők hogyan látták ezt a mérkőzést. Hát gratulálunk a győzelemhez. 2 gólos féldei hátrány után mégis magabiztos 4 gólos győzelem volt, de azért rezgett itt a lét a második félidőben. Hogyan éltétek ti meg a kispadról ezt a mérkőzést, vagy külön-külön a félidőt? Igen, köszönjük a gratulációt. Tudtuk, hogy egy ilyen mérkőzés vár ránk, és itt azért Hajdonálláson nagyon nehéz nyerni, és nagyon jó hangulat volt, úgyhogy egy élmény volt itt játszani. Tudtuk, hogy egy ilyen mérkőzés lesz nálunk, nagyon fiatal az átlag életkor.
éppen, hogy csak 20 évnél idősebbek vagyunk. Nagyon készültünk a meccsre, az első fél időben én úgy érzem, hogy nagyon jól, taktikailag nagyon fegyelmezettek voltunk, és utána hiába vezettünk 5-6 góllal is. Aztán utána a fél időre egy kicsit fegyelmezetlennél váltunk, és az leolvadt, leapadt. Ezt kértem a lányoktól, a másik fél elejét kell nagyon megnyomnunk, mert az ott nagyon nehéz lesz. Kicsit azzal küzdöttünk, volt három betegünk, az Iván Emesi és a Pint Lilla, aki egész héten szinte alig edzett, úgyhogy le a kalappal előttük, mert összeszedték magukat, és nagyon nagyot mentek. Valamint van két sérültünk, aki ugyanúgy vállalta a játékot. Én úgy érzem, hogy a másik fél időben utána megint rendeztük a sorokat, és ez a 2-3 gól, amit ott ki tudtunk alakítani, ez utána meggyőző volt, és a védekezés ott felerősödött, kicsit jobban bírtuk talán az erőnlétben a végét, fejben egy kicsit higgadtabbak voltunk a legvégén, úgyhogy nagyon örülök neki, mert tényleg ez a fiatal gárda, ez sokra hivatott, attól függetlenül az a legfontosabb, hogy fejlődjünk, és egy új alapot teremtsünk meg itt a jövőre vonatkozóan, ebben szerintem nagyon jó úton járunk. Két gólos hátrányban voltunk a fél időben, de az első fél idő közepén már volt 5 gólos hátrány is a csapatban. Abszolút tök jól visszajöttünk a mérkőzésbe, aztán a második fél idő 20 percig, 52. percig egy-két gólos hátrányban voltunk, sőt döntetlen, sőt vezettünk is egy góllal. Abszolút biztató jelek voltak. A vége sajnos nem lett megint csak előny, de hogy láttátok ti a kispadról ezt? Hát nagyon nehéz megint válaszolni erre a kérdésre, mert úgy gondolom, hogy a technikai hibák számát le tudtuk csökkenteni. Nem voltak buta egyéni eladott labdák, ami nem volt, ki nem kényszerített hibák számát le tudtuk csökkenteni. De ilyen fegyelmezetlenül, tehát nem betartva a taktikai elemeket védekezésben, valamint a támadó részénél a befejezésekben, tehát tehát így nem lehet meccset nyerni egy ilyen szintű csapat ellen, mert... úgy gondolom, hogy nem ért váratlanul minket az elején az Egernek a játék stílusa. Felkészültünk, én úgy gondolom, becsülettel. Látszott is az, hogy tudjuk, csak nem tartjuk be. Tehát öt ember betartja, a hatodik nem, másik öt betartja, megint a hatodik nem. Olyan egyéni hibákat csináltunk védekező részében, ami megengedhetetlen. Tehát az irányítókkal szemben kiléptünk, és rossz ütemben hátráltunk, nem tartottuk be azokat a gyakorlatokat, amiket két hete megállás nélkül gyakorlunk a védekező részén. És tehát a kis testű irányítók a hármas védőink között, mert a kettes-hármas területén úgy bújtak be, ahogy nem szégyelt. Ebből adódott az én véleményem szerint az első félidejű 5 gólos hátrány, ami amúgy nagyon biztató, hogy van tartása ennek a csapatnak, mert nem az első alkalom, hogy vissza tudunk jönni a mérkőzésbe, csak azt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy azokat a taktikai elemeket, amiket megbeszélünk, miért nem tartjuk be. Tehát a védekezésben a balkezes átlövő ötször küldte el a védőinket úgy egy lövőcsellel, hogy rossz volt nézni. Nem tudom elégszer megmutatni nekik, akkor úgy látszik a videózásokon. Ez nagyon-nagyon bosszantó, mert ebből 5 gólt kaptunk, egyszer se tudtuk ebből megakadályozni, és még most is felmegy bennem ebből a pumpa. Úgyhogy én ebben láttam a vereségokat. Igen, elég összetett dolog ez. Nézzük a jó dolgokat. Gondolok itt a Kazinczy Lotti beszállására, mérkőzésbe való beszállásról, a Kisdetinek a kapus teljesítménye, a hosszas sérülés után tért vissza. Ők azért mindenféleképpen erősítés jelentenek ezek a dolgok a jövőt nézve. Mindenképpen, tehát nem tudunk 6-7-8-9 emberrel játszani. Minden segítségre szükség van a padról, úgyhogy ez tényleg nagyon biztosító, hogy most már az egyre több embert tudunk megtalálni, de még azért nagyon, nagyon hosszú az út, mert rettentő nagy hiányosságok vannak. Nagyon örülök, hogy már Lotti a második mérkőzésbe is nagyon pozitívan szállt be, új szint vitt bele a mérkőzésbe. A Dettinek meg a védése, ezek nagyon, nagyon, nagyon kellettek, mert ezek nélkül nem lettünk volna a mérkőzésbe. De ilyen helyzetkihasználással nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hogyan tovább? Felkészülés tovább hogyan alakul? Hát éppen megint elkezdjük ezt a szisztémát, amit az eddigi versenyidőszakban folytattunk. Vannak olyan kiemelkedő teljesítmények, ami mellett az M-től kell, szóval nélkül, mert Tarlott eddig a 4-ből 4 fordulóba. Egyszerűen fantasztikusan játszik. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez nála kitart hosszasan, mert erre égető szükség van, mind védekezésben, mind támadásban. Egyetlen hiányosság még a távoli zónából érkező lövések.
ezt a videót neki külön el fogom küldeni, hogy passzívnál 6 ember ugrik össze, és el tudja fölöttük, mellettük, mikor, hogy most éppen felettük lőni a labdát olyan erővel, aminek a kapusnak esélye sincs. Ha ezt bele tudjuk még az ő játékába építeni, akkor én úgy gondolom, hogy egy kiemelkedő játékosunk lehet. Újra kezdjük, szélsőzi, cere kihasználása, védő nélkül védővel. Nem tudunk más csinálni, mert belső területeken látszik, hogy a csapatok is természetesen videóznak, mert azért hozzáteszem, hogy szerintem ez egy nagyon jó felkészített tegér volt. Új dolgokat próbáltak belecsempészni, de én úgy gondolom, hogy volt válaszunk rá, és az ilyen zicser hibák nem férnek bele. Kell az két szélső teljesítmény mind a két oldalon, mert nem akarok hülyeséget mondani, szerintem 25%-kal lőttük be a helyzetenket. Azt gondolom, hogy két remekül felkészített csapat óriási csatáját láthatták, kedves nézőink. Ahogy hallhattuk az edzőktől, mindent kiadtak egymásból. Volt itt minden, átlövés gólok, szélső gólok, kihagyott helyzetek, dráma, egy nagyszerű felzárkózás, sőt hajdonállás meg is fordította a mérkőzést a második félidőben. Sajnos a végére nem sikerült megtartanunk ezt az előnyt, de mindenféleképpen jó úton járnak a lányok, és ezen kell tovább menni, és akkor jönni fognak a pontok, jönni fognak a győzelmek. Ezzel búcsúzunk, köszönöm szépen a viszontlátásra. Viszont hallásra.